Egy érdekes hírt találtam, és ezt szeretném megosztani most mindenkivel. Attól függetlenül, hogy a képregény álomvilágban él, a végtelen űrben kering, vagy pedig rájött már arra, hogy mi is az igazság ezzel kapcsolatban. Szerintem ez a hír mindenképpen érdekes lesz, és azok számára, akik elhagyták a képregény álomvilágot, komikus is. Azok azonban, akik még mindig abban élnek, sajnos kénytelenek elfogadni bármennyire is szánalmas és nevetséges maga a hír. Ez 2015 novemberből való, november 1-én, ugye Halloween napján, és arról számol be space.com, hogy egy koponya alakú aszteroid halad el a Föld mellett pontosan Halloween napján, micsoda véletlen, és ez egy különös csemege az idézőbe tett tudósok számára. Természetesen ennek igaznak kell lenni, hiszen itt vannak a felvételek is koponyáról, ami ugye Halloween-kor haladt el a Föld mellett 2015-ben. Azonban van egy még érdekesebb dolog koponyával kapcsolatban, az pedig az, hogy koponya alak visszatér, és 2018-ban szintén el fog haladni a Föld mellett, ekkor azonban már nem pont Halloween, akkor bárki tudja, lehet, hogy még módosítják addig a történetet. TB145 a neve, és maga a történet ugye így néz ki, nem tudom, hogy ki az, aki a 3 évesek fölött ezt komolyan tudja venni, de úgy tűnik, hogy nagyon sok ember. És csodák csodája, szintén novemberben fog elhaladni a Föld mellett, mégpedig 486 ezer kilométer távolságban, ami 1,3-szerese ugye a képzeletbeli hold-föld távolságnak. Aztán belemennek mindenféle képzeletbeli számokba, ugye a képregényvilágból, azok számára, akik otthonosan mozognak az álomvilágban, ez biztos jelent valamit. Arról beszélek itt, hogy a sötét kő, ez ugye koponya, a napfény mindössze 5-6%-át veri vissza, és 625-700 méter szélességű vagy hosszúságú, nem is tudom, keresztbe azt írja, hát gondolom akkor a hossza. A meserajongók számára itt van néhány képregény, ugye ez az a világ, amiben a legtöbb ember éli az életét, ez ugye gondolom ez krumpli, mivel egy krumplihoz hasonlít, ez pedig itt ugye a jól ismert repülő centrifuga napelemekkel. De nem ez az egyetlen rajz, ugye itt egy még egy, ez arról a meséről szól, hogy 2000 évente futballpályányi kráterek keletkeznek a Földön, de hogyha tovább haladunk, akkor láthatunk még egy rajzot, ez is egy meteor szintén, ugye a holdat is oda csempészték a háttérbe a gyerekeknek. Ismét csak az álomvilág egyik jellegzetes jelenete, amikor ugye a meteor becsapódik a Földbe, ez ugye krumpli ismét, egy nagy totál krumpliról. Milyen csodálatos is az űr, ugye? Ez pedig krumpli egy másik oldalról, vagy pedig egy másik krumpli, ki tudja. De még egyszer megmutatok egy ilyet, ugye milyen csodálatos is a gömb, és ugye az aszteroid, a nap fel kell, minden együtt van. Bár szánalmasnak tűnik, és valószínűleg azok számára, akik elhagyták ezt a világot, nevetséges is. De ez nem egy hoax. Ez a valóság, és ez az a valóság, ahol a legtöbb ember éli világát. Ugye azt gondolják, hogy ilyen koponya alakú meteoritok, meg aszteroidák repkednek körülöttük, és pont Halloweenkor haladnak el a Föld közelébe. Ez még a korábbi 2015-ös idézőjelbe tett találkozás, ez ugye koponya, és ahogy nem is tudom mit csinál, ez igaz kell, hogy legyen, hiszen a NASA oldalán található, úgyhogy nyilván ez a valóság, és hát mozog is, úgyhogy kétséget kizáróan koponya az létezik, és hát újra visszatér. NASA is belemegy mindenféle űrhókusz-pókuszba, amit nem akarok most részletezni, de akit érdekel, megtalálja még mindig ezt a hoaxot NASA honlapján, és eltölthet vele valamennyi időt, míg kivesézi, hogy hogy is koponya, hogyan is pörög-forog, meg érkezik meg pont Halloweenkor, és köszön be!
CNN űr hoaxokkal és hazugságokkal foglalkozó részlege arról számol be, ez ugye 2015. októberre, hogy egy koponya alakú aszteroida Halloweenkor alig kerüli el a Földet. Mondhatnánk, mint a mesében. De hogy visszaugorjunk a jelenkor képregényéhez, News Hub azt írja, hogy koponya visszatér, és úgy nevezi, hogy a halottak üstököse, és a Föld felé tart, ez ugye koponya csak azok kedvéért, akinek a fantáziája nem eléggé kifinomult, vagy esetleg a programot kezdik elfelejteni. Megjegyzik, hogy az asztronómusok már készülnek ugye a 2018-as visszatérésre, amikor a koponya alakú aszteroida visszatér, mely olyan sötét, hogy alig tükrözi vissza a napfényt. Ugye végtárgyalják az összes hazugságot ezzel kapcsolatban, milyen messze van, mekkora, mit csinál, stb. És ezután különböző social media programokat mutatnak ezzel kapcsolatban, ahol ugye a gyerekektől elkezdve mindenki megkapja magáét, hogy emlékezzen, hogy azért ő a semmiben kering körbe-körbe, és ő egy beszélő majom. Ezek után a végén úgy zárul a cikk, hogy különös módon a Föld következő találkozása a nagy tökkel, ugye itt már töknek hívják koponyát, de hát mindegy, koponya, tök, mindegy. 2088-ban lesz, és micsoda véletlen, pont Halloween napján. És ha valaki hozzám hasonlóan azt gondolná, hogy hát ilyen a mesében nincsen, azt én nem is hibáztatnám, de van. Ugyanis a mesében, amelyet a legtöbb ember valóságnak hív, van ilyen, és láthatjátok, hogy nem én vagyok az, aki kitalálom, hiszen ez benne van az újságokban, meg különböző fórumokon. Ez például az Outer Places, ami ugye a külső helyeket jelenteni. És arról számol be, hogy a végzett hírnöke, ugye koponya, arról van szó, visszatér, és 2018-ban szintén velünk lesz, hogy aztán 2088-ban visszatérjen, és újra meglátogasson minket, és beköszönjön, hiszen Halloween van, úgyhogy miért is ne tenné ezt? Akit érdekel, ez egy állítólagos felvétel koponyáról, úgyhogy nézzük meg, ez csak néhány másodperc, úgyhogy kitartás. Szóval ez volt maga a koponya, amikor beköszönt. És ha már a hoaxnál, illetve a hazugságoknál tartunk, nézzük meg Oumuamua-t, ami ugye egy szivar alakú aszteroida, és a NASA képregény rajzolói azon töprengnek, hogy vajon ez egy idegen űrhajó, vagy pedig valóban egy aszteroida. Itt láthatunk egy ilyen színészt, aki épp azon tanakodik a műsorvezetővel, hogy vajon melyik a kettő közül ez a történet. És bár nem tudjuk eldönteni, hogy űrhajó vagy pedig aszteroida, de egy képet azért mutatunk Oumuamua-ról, ez lesz az, csak azért, hogy a program azért úgy beleégjen az embereknek a tudatába, és aztán tudjanak erről beszélgetni és elmagyarázni egymásnak, hogy Oumuamua és koponya visszatér, illetve hát ha Halloweenkor együtt bandáznak majd itt a Föld körül. A Mirror itt már azt feszegeti, hogy Oumuamua hogy is élhet túl a nap brutális sugarait az utazása során, hát én meg tudnám mondani nekik, hogy hogy, de sajnos engem nem kérdeztek meg, ugye Oumuamua itt van mindenki, esetleg aki látja is az égen, az mindenképpen írjon egy hozzászólást, hogy ez a valóság, hiszen látja Oumuamua-t és koponyát, meg a többieket az égen. És ahogy mondtam, ennek igaznak kell lennie, ugyanis a National Geographic-ban is benne van, és hát ők ugye miért hazudnának. Arról számolnak be, hogy egy másik csillagrendszerből származó kőnek karbon, azaz szén gazdag a borítása, ez Oumuamua, és szintén itt is feltűnik Oumuamua, csak azért, hogy teljes legyen a program. Ugye ez az első tárgy, ami más naprendszerből kerül ide hozzánk, és az érdekesség az, hogy valószínűleg
szénben gazdag anyag borítja. Hogy honnan tudják, mikor még azt se tudják, hogy egy űrhajó, vagy egy kő, vagy mi, azt ne kérdezzétek. És hát a hoaxoknak vége hossza nincs, itt van még egy, ez a Mirror szintén, ugye 3200 feet-en, 1974 óta a legközelebb érkezik a Földhöz, ez egy újabb úgynevezett aszteroide az álomvilágból, és megnézhetjük, itt van az animációja, csak azért, hogy azok, akiknek a képzelő ereje, illetve a fantázia nem elég fejlett, szintén megkapják a programot, és akinek pedig fejlett, az még inkább ugye bele tudja magát élni ebbe az álomvilágba, ahol ő elméletileg él, és kering, és pörög, forog, és közben ki tudja mivé fejlődik, ugye hát az evolúció nem állt meg, előbb-utóbb lehetséges, hogy visszafele fogunk fejlődni, ha így haladunk. Felteszik a kérdés, hogy mi is 3200 feet-en, ugye hát azon kívül, hogy krumpli kettes, azon kívül, és hát ugye a gömb a háttérben, nyilván ez is egy felvétel. Szóval itt aztán találgatják, hogy mi is ez, meg hogy honnan van, meg mit tudom én mi, akit érdekel, nyugodtan nézze meg. Ezzel a cikkkel szeretném befejezni, mielőtt lejátszanék egy videót, ahol az űr hangjait hallgathatjátok meg. Az már tényleg mindenek a teteje, de hát aki az álomvilágban él, az biztos élvezni fogja, és tátott szája hallgatja majd, hogy micsoda nagyszerű hangokat lehet hallani az űrben, miközben már százszor hallottuk ezeket a hangokat különböző tudományos, fantasztikus filmekben, meg persze gyermekmesékben is. De hogy ennél a cikknél maradjunk, ugye idegen anyagot találtak a 60 millió évvel ezelőtt becsapódott meteoritnak a kráterek körül, egy idegen anyagot, mintha még nem hallottuk volna elégszer ezt a különböző filmekben, előbb-utóbb elő fognak állni, biztos valamiféle Transformer dologgal is. Búcsúzó, csak annyit, hogy mindenki nagyon vigyázzon magára, különösen ugye így a pogány ünnepek kellős közepén, és próbálja elkerülni, hogy a Jézuska alakú aszteroid becsapódjon a kertjében, vagy a lakásában, mert annak beláthatatlan következményei lesznek. Remélem hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, shalom és hallelujah!